Budapesten a Nemzeti Lovardában veszünk részt a Diugrató Szakály Grand Prix sorozatának második állomásán. Reisz Pannával beszélgetünk, aki az U25-ös Grand Prix-t nyerte meg az imént, Cortano nevű lovával. Ha jól figyeltem itt az elmúlt Grand Prix-kat és nagy versenyeket, már számtalanszor indultatok ezzel a párossal ilyen volumenű versenyeken, de talán ez volt az első győzelmetek. Gondolom, nagyon örülsz. Igen, sok Grand Prix-n vettem már részt, voltunk U25-ön is, meg felnőtt GP-t is mentünk már, és voltunk már helyezettek is, de elsők még sosem. De még ez az első GP győzelmem, és remélem nem az utolsó. Gratulálunk hozzá, minek köszönhető ez a mostani siker, mit gondolsz? Igazából most pont egy nyaralásba érkeztem haza, szóval szerintem én is kipihent voltam, a ló se volt most olyan nagy versenyeken, igazából ezt egy ilyen nagyobb felkészítő versenynek is szántuk, és most nem tudom, valahogy nagyon összhangban voltunk, egész hétvégén nem ütött egyet se, én sajnos egyet az alappályán elrontottam, de segített a lovam, úgyhogy szerencsés voltam. Mi a siker háttere, hol készülsz a versenyekre, mennyi gyakorolsz? Most új helyen vagyunk, Kiskunlacházán, úgyhogy még a lónak is új a környezet, de nagyon szeretjük ezt a helyet, és igazából Füzér Gáborral készülünk, akinek nagyon sok mindent köszönhetek, tényleg már több éve együtt dolgozunk, és nagyon hálás vagyok neki a segítségért. És mennyit készültök, mennyit gyakoroltok, és hány lóval? Három lovam van, és igazából velük készülök, de most leginkább erre a lóra koncentráltam, és csak ő volt itt a hétvégén is. Akkor hogyan tovább, mik az idei tervek? Igazából a következő terv az a Kecskeméti GP lesz, és hogyha minden jól megy, akkor ott már szeretnék a felnőtt kategóriába indulni. A távolabb jövőben esetleg akkor már a felnőtt kategóriában fogsz versenyezni, utánpótlás kategóriában, és melyik lovakkal, mik a tervek? Mit szeretnél elérni végig ebben a sportban? Igazából már kinőttem ugye a fiatal lovas korosztályból, most már felnőtt korosztály vagyok, de az U25-ben még 2 éven van. És hát igazából a felnőtt OB lenne a cél a közeljövőben, hogyha azon tudnék szépen menni a jövőben.